Az iszlámmal kapcsolatos értelmezések, megközelítések általánosságban nézve leegyszerűsítő módon szoktak megfogalmazódni, tehát vagy egy pozitív, vagy egy negatív kontextusban szokás helyezni a közbeszéd tárgyában az iszlámot, de azért nézzük már meg egy picit ezt a témakört egy árnyaltabb dimenzióban helyezve, és ezzel elkezdjük némi neműleg sokkal rétegeltebb módon megismerni az iszlámot. Kezdjük onnan, hogy ez egy picit értelmezhetetlenként hat majd a füleidnek, hogy nincs nagyon olyan, hogy az iszlám, hanem sokkal inkább az iszlámok. Hogy kell ezt érteni? Kifejtem, kérlek. Tehát ezt úgy kell értelmezni, hogy az iszlám nagyon sokfajta arculattal tud rendelkezni, ahogy természetesen a kereszténység is, hogy most más példát ne is emeljek be a diskurzusunkba. Ez azt jelenti, hogy kis túlzása ahány ember, annyi fajta iszlám megnyilvánulás létezik, de ettől függetlenül is, ha tényszerűen akarom a sokszínűséget beemelni a párbeszédünkbe, akkor nyilván onnan kell indulni, hogy vannak a szunniták, vannak a síták, a két fő tömb, és akkor ezeken belül is nagyon sok alirányzat van, tehát a szunnitáknál is, hogy most malikita, safita, hambalita, szalafita irányzatot nézzük, vagy megközelítést nézzük, vagy például a sítáknál, hogy most 12-es, vagy ilyen, vagy olyan számú imámot várnak, majd az imámot is kifejtem, hogy mit jelent egy előadásban. Tehát ezek mind eltérések. Ami alapvetően a globális muszlim közösséget, ugye az ummát összeköti, az nem más, mint hogy Isten az egyedüli, aki mindenek felett áll, az egyisten, és akkor ő neki a szava, az arab nyelvű nagyon fontos, mert mindjárt a következő előadásomban rátérek a Koránnak a megközelítésének, ha hát mondjuk úgy az a tárgyilagos, szükséges előfeltételének az ismertetésére. Na tehát a Korán, az arab nyelven fogant és íródott Korán, Isten szava, amelyet Mohamed, ugye, az iszlám értelmezésében mert utolsó prófét, a próféták pecsétje, hát előtte ott van Mózes, Jézus, stb. Mindenki, és ezt a revelációt, ezt a kinyilatkoztatási sort, amit a próféták az emberekhez vittek el, mármint az Isten szavát, az zárja le Mohamed prófét az iszlám értelmezésében, tehát, és ő, aki végső és legletisztultabb formájában az isteni szót, a transzcendens térből az ember világában lehozta és közvetíti. Tehát ez a három. Az egyisten, a Korán, ami arab nyelvű, és Mohamed próféta, aki az isteni kinyilatkoztatás utolsó tiszta verzióját, bocsáss meg, hordozza. Ez a három pont, ami összeköti a globális muszlim közösséget. Ezen kívül szinte mindenben eltérő nézetet vallhatnak, és nem beszélve arról, hogy nagyon sok esetben van egy adott terület, ott van az iszlámnak valamilyen megnyilvánulása, és az adott területen lévő jócskán az iszlám előtt már ott lévő kulturális gyakorlatok, hagyományok, akár vallási attribútumok is tudnak keveredni a helyi iszlámmal, és ezért is nagyon sokszínű az iszlám megnyilvánulása, még egyszer mondom, ahogy a kereszténységé is. Na már most, az iszlám szó, mint olyan, az alapvetően alárendelést jelent. Senki másnak, csak Istennek. Ennek a szimbolikus megnyilvánulása, nyilván már láttál ilyet tévébe, vagy akár személyesen is, az, amikor a napi ötszöri imának, bármelyik fázisánál vannak a muszlimok, és ugye leborulnak. Tehát az imádkozásnak van egy fizikai megnyilvánulása is, és ez a leborulás, ez az Isten nagysága előtti leborulásnak a szimbolikus, fizikailag való megnyilatkozása, megnyilvánulása. Egyébként zárójelben ennek van egy olyan fiziológiai hatása is, hogy azért most itt már megyünk a papa-mama korba, és azért napi ötször ugye ezeket a bizonyos rituális mozgásokat elvégezni, egy kicsit kardióba tartja az ember. Ez nem is persze egy olyan nagyon hülye megjegyzés a részemről, hiszen azért az iszlám is vallja azt, mint a kereszténységben is, meg mutatkozik, hogy a test, az emberi test, az az isteni ajándék,
testletöltése, amit jobb esetben őrizni kell. És például ez az iszlámban a napi ötszöri imádkozások a fizikai megnyilvánulása is ezt a célt szolgálják, annak egy eszközeként jelenik meg. De nézzük egy picit tovább a története. Ugye szokás úgy az iszlámot is értelmezni, vagy az iszlámra szokták leginkább rásütni azt, hogy vagy a béke vallása, nyilván aki belülről nézik, vagy az erőszak vallása, nyilván akik inkább kívülről nézik, és egy picit szélsőségesebb oldalról közelítik meg az iszlámot. Mind a kettő nem fedi a valóságot. Pontosabban mind a kettő ugyanúgy meg tud testesülni az iszlámban, hogy meg tud testesülni a kereszténység esetében is, vagy a hinduizmus, vagy a buddhizmus esetében is, hiszen minden vallást az emberek tesznek élővé, és viszont az emberek azért eléggé sokfélik. Ahogy vannak jók is közöttük, ugyanúgy vannak rosszak is. És a céltételezések, hogy ki mire használja a vallást, hát nyilván az emberi attribútumok sokszínűségével azért eléggé arányosan tud megnyilvánulni, jó, rossz értelemben egyaránt. És ez alól természetesen az iszlám sem kivétel. De itt mindjárt mondhatod, aha, de hát ez meg az van leírva a Koránban. Hát apukám, térünk is rá mindjárt a következő előadásban, hogy hogy is kell a Koránt megközelíteni, ezek a bizonyos, hát finoman szóval is, laikusként rátekintvén úgy tűnik, hogy hát eléggé egyértelmű agresszív megnyilvánulások is vannak. Halkan megjegyzem, talán a Bibliában is van olyan, hogy ír magjáig írts ki őket, de hogy kiket, miket? Hát azt is érdemes azért megnézni. Tehát nem egy üsztörténet ebből a szempontból, akár mondjuk az Ószövetségnek az áttekintése. De most a Koránról lesz szó mindjárt. Tartsál velem, érdekes lesz. Minden jót, szia!